Sziasztok, ez itt a Retro Guru legújabb része, és itt vagyunk Dudu. És Endemann, sziasztok! És hát elővettük az Aliens Colonial Marines-t, mégpedig azért, mert a héten látható a legújabb Alien film, a Romulus. Hát ugye itt már nehéz követni, hogy most itt melyik részbe csatlakozik be az eredetileg, stb. De a lényeg az, hogy azért mindig reménykedünk, hogy egy picit talán a furuljázós fiaskó után... Utána egy picit reméljük, hogy azért jobb lesz a hát annál csak jobb lett. Annál csak jobb lett. És hazánkban forgatták. Ja igen, az a másik. És te a játékról is tudsz nekünk érdekességeket mondani egyébként a Colonial Marines-ról. Egyébként annak idén te tesztelted. Pontosan. Akkor még máshol voltunk, és akkor ott te írtad a cikket. Pontosan, úgyhogy nekem PTSD-n van tőle, mert hát ezt a pólót is akkor kaptam. Amúgy ez a sötétben világít, és minden rajta van, amit itt látsz. Na, és úgy egyszerű, hogy egész nap, de nem elég. Igen, ez a hajtatatlan Alien pólógép. Igen. Igen, én teszteltem, és ráadásul Xboxon és kontrollerrel, és ez egy belső nézetes játék, és én akkoriban... Most se. Nagyon, sőt, most se tudok belső nézetes játékot kontrollerrel játszani, de végig nyomtam, és megírtam a tesztet, és pusztulat volt. Akkoriban pusztulat volt, hatalmas botrány is volt, perelték is a kiadót, meg a fejlesztőt, hogy mi ez a fals reklámozás? Hát fals advertising, ugye már egyszer pedzegettük ezt a Watch Dogs kapcsán, hogy hamis ígéretek vannak lényegében a reklámban. Igen. Nem felel meg a termék a valóságnak, a valóságban a termék nem felel meg a reklámhoz. Igen, mert gyönyörű szépen nézett ki ugye a videókon, az előzeteseken, aztán megjelent is. Hát így nézett ki, és akkor ide most majd bevághatsz egy-két dolgot. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. És ha ez nem lett volna elég, akkor ráadásul a AI is pusztulatos volt, nagyon gagyi volt. És hogyha az emlékei nem csalnak, akkor kiderült, hogy a kódban egy elgépelés okozta a dolgot, és hogy azt ki tudta javítani egy modder. Igen. Hát reméljük, hogy most már ez a mi verziumban javítva van, bár valószínűleg ebben az egy órában nem nagyon feltűnni, mivel igazából annyi volt, hogy a nagyon buták voltak az ellenfelek. Igen. Azt mondjuk, most ki fog derülni, ezt meglátjuk. Igen, és most irány is te. Igen, mert én még soha nem játszottam, mert ugye én is szeretem az Alien filmeket, de amikor jött ez, hogy ennyire játszhatatlan béna az a játék, akkor én azt mondtam, hogy nekem ez igen, most nem. Igen, betaláltak engem. Köszönöm. Ja, nem, szerintem akkor mi nem tudtuk, tehát akkor te akartad. Ezt. Amúgy lehet, hogy akartam. Igen, most csak... viszont egér billentyűzet, és talán még a grafika is jobb lesz egy fokkal. És hát ugye természetesen mostani gépünkön azért mindent föltettünk maxra, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy azért, bár ugye egy optimizálatlanság esetén még akár ki is derült, hogy szaggat, de reménykedjünk. Ja, hát ő a Higgs, benne ott a filmben. Bizony, na. És az LV 426-os bolygóra mennek, ami... Hát valószínűleg ismerős rajongók számára. Igen, ugye az egyben ott állják meg a legelőször a legelső regénységgel dolgokat, aztán a kettőben, amikor Ripley magához tér, akkor szörnyű hír éri, hogy kolóniát telepítettek ugye a LV-426-ra, ezért nagyon mérges lesz, hogy hát ez nem jó ötlet, és akkor megy vissza ez a kettőnben a... És tényleg nem volt jó ötlet. Nem volt, nagyon nem volt. Kiderült, hogy igaza volt. Fontosan villámlik ezen a LV-426-on. Ja, igen, és egyébként ez 2013-ban jelent meg. Igen, ez a játék, szóval több mint 11 éves, úgyhogy... A váltó szoftver. Kíváncsian várom, hogy 11 év távlatából milyen. Hát talán én, mert még tényleg játszottam vele, mert láttam nyilván videókat, de... Hát egér billentyűzettel annyira nem lesz pusztulat, én azt mondom. De hát várjuk ki, hogy ebbe ugye javítva van-e az éjjel, meg hogy milyen a grafika. Na most ott... most kerülünk fel. De jó képű gyerek. Köszönöm. Maga is. Köszönöm. A jó öreg Derek Phillips.
any new recruits, I'm Captain Cruz, and you are my crew on the USS Sephora. Ó, ott volt a... Mi? Láttad az androidot? A Bishop. A Lanszid, a Henriksen. A Bishop volt. Nem az egyből, hanem... Ah, ott van, látom. Igen. Hát persze, mert a... És Lance Henriksen. Nem a Lance ja. Henriksen, az a Bishop. Michael Biehn. Úristen, megőrült szegény. Hát eredeti szereplők. Ez nekem már kimaradt. Mármi nem emlékeztem el. Bishop. A szinkron hangja az... Ő az, igen, hallom. És mi a... Miért nem Bishop? Hát Bishop, jól mondtam. De csak hülyeskedek, a színész neve Lance Henriksen, igen. Ő játszotta a filmekben a Bishopot. Így a színészt a valóságban, tudod, ezek az emberek, hogy ezek valós emberek. Mi? Mi van? Te be akarsz úzni itt a csőbe? Nem. Nézd, egy Barbie baba oda van rakva neki a mellénye alá. Ja nem, az egy festés. Azt hittem, hogy úristen, így megy. Úristen, a háttérben meg egy fura robot visz egy ilyen. A gyűjtői kiadáshoz képzeld el, hogy járt egy ilyen figura. Azt mondjuk sajnálom, hogy nem vettem meg. Szormás mérete volt, nem olyan volt? Rendes, ekkora mérete volt, azt sajnálom, hogy nem vettem meg végül. Melyik az a horror játék az űrbe, az a... Aliens kolónia. Nézd már, az egyik lába az nincsen meg neki már, nézd, robotlábú. Menő. Igen? Az a horror játék, ami az űrbe játszódik, és három része lett végül, de a vége felé, amikor a Isaac-kel kell venni benne, aki igazából egy ilyen... Úristen, mi van vele? Dead Space. Dead Space, na. És amikor a Dead Space-nek a kettő vagy három kollektorzba, hogy járt hozzá egy lézerpisztoly, az kiderült, hogy ekkora. You also get this. A not full-size plasma cutter replica. An itzy, bitsy, teeny tiny plasma cutter for killing babies! Sem lehetett le, azt hitted a reklámokon, hogy egy ilyen igazi, ilyen, tudod, ilyen prop fegyver, ami ilyen tök jó. Ez egy folyó szituáció, most mondta, liquid situation. Ura, ura! Mit mondott, hurra, dash? Hát... Amúgy a hangulat, az nem rossz. Hát a kettőnek az eleje teljesen, ugye, amikor ott megkészülnek a marionok. Na! Megnéztük, van benne 40 darab. Még így is megnézzük. Hát ez nem is tűnik rossznak. Nem. Nézz körbe. Csak ne ráncigált, szépen lassan. Hát jó, hát magas a sensitivity. Tessék szép lassan. Köszönöm. Itt is be lehet már bújni, itt nem? Nem. Szekrényekbe már. Úgy bújnék be az Alien Isolation után azok a szekrényekbe. És felmerülhet bennetek a kérdés, hogy most miért nem Alien Isolation-nel játszunk a Alien Romulus kapcsán. És hát fogalmazunk úgy, hogy az Alien Isolation-t majd egy másik alkalommal fogjuk elővenni. A szekrényből, hogy leporoljuk. Jaj, vigyázz! Motion tracker. Na, hogy lehet előírni? Bajosok. Nem rossz. Jajjaj. De már is kezdődik. Hát apám, itt az nem izé. Hát ez most ez... Vége is lesz. Hát ez, hallod, megérte felkelni. Hatotos Raider a levegőben. Jajjaj. Én sprintelnék. Nem lehet. Még ez ilyen... Akkor viszont rip. De ez milyen nyugodtan így beszélget, nem? Continuing on to the Sulaco. Winter out. Na, kezdődjük. Ők velünk vannak? Szerintem igen, akik nem érjenek azok. Szegény. Toretto. Hogy jó kocsia van. Q-val tudna lövenni a motion trackert. Ezt miből gondolod? Ezt miből számolt, aki nézd? Hopp. Na ezt vártam, hogy miért nincs ilyen hangja. Hát de nem felőlük jön. Na. Ő magát elraktott. Be under attack.
Ott véres? Hát... Vagy csak olaj? Uha! Sir, there's half an unidentified synthetic splattered across the deck in here. Which half? Well, he ain't saying much. Then find me a half. Synthetikus. Actual out. Szimpatikus? Is. Igen, hajóra amúgy föl lehet menni, mutasd el meg. Megyek, megyek. Hát, ennyi. Oké. Nem lehet beülni valami robotba? Nem. Már most jól az elején. Nem, nem. Na jó, menjünk innen akkor. Jó. Arra kell menni szerintem. Még több ektoplazma van ott fölne. Jézusom! Én nem tudom, hogy nyomtam még az Isolation-t. Nem ilyen, úgy elhallgattál. Koncent. Ajajaj, ott volt a farka! Hova ment? Ja, oda föl. Ja, jön a tűz. Hát... Ha villogó vörös lámpa van rajta, akkor ki lehet vágni, vagy... Igen, press E to use your welder. Nem, nem, fordítsd vészes, hogy a welder shot mit jelent. Beragadott. Micsoda? És a kiragadót azt ki lehet venni. Ez igen. Böj! Húha! Én nem megyek oda. Ennyi volt mára. Figyelj, checkpoint reached, úgyhogy nagy baj nem lehet. És akkor itt lesz majd a falban hullák? Hát azt tudja, hogy itt lesz valaki. Ezt mutatja is, nézd. Ott lesz a jó barát. Te-ne-ne-ne, jó barát. Itt, balra. Igen, azt látom. Balra, hogy nem, állj meg, vissza. Úgy, és ide néz fel. Jaj, nem. Jó. Jesus, no. Jó már. Szerintem meghal. Ja. Ott egy kamera. Hát ez egy játék. Ez mit jelent? Hogy vesz még itt a kamera folyamatosan, nem? Ja! Nézd, ott is van egy... Jézus! Most megijedtem, mert néztem, hogy valami, mint hogyha fölmászott volna. Fellököm, figyelj, én nem tűröm, hogy engem filmezzel. Keys! Beszél hozzád, nézd már körbe. Kulcsok? Itt van. Na, 50 dodót, megadod, mivel tartozol, köcsög? Hát csak vajon van-e most már benne... Azt a... Fölötted. Nincs fölöttem. Hopp. Ott van már! Jézusom! Csak oda lenni. Ott van! Lőd már le! Jézusom! Mindenhova néztél, csak oda nem, ahol ő volt.
Azt a betyen! Itt néztem, így néztem, ott jól van! Lényegében a fegyvert kitakartad. Igen, igen. Hát túl nagy a fegyver, szól a játék. Azt a betyen! Na, szóval ott tartottunk, hogy add meg, a 20, add meg az 50-esemet. There are one or two marines missing from Rhino 23. Yeah, azon, hogy nagy megválkült is. Let the body sit the floor. Okay, már föl. Nézd, már kutya. Shotgunos. Figyelj, ez amúgy erős belépő volt a Xenomorphnak, csak nagyon könnyen meg lehetett tölni. Hát, szerintem az első ellenfelt azért nem akarták izének, gondolom. Hát az oké, csak hogy így lerúgod magadról meg. Jó, de ezek ilyen marinok. Meg hogy lerúgtad magadról, aztán ugye te nem vetted észre, de ugye ott volt és nem csinált semmit. Hát megilletődött. Ja, ő is. Lerúgtak. Ugye azt ne felejtsük el, hogy az ájzelésünkben nincsen ilyen fegyverünk, meg nem vagyunk kommandósok se. Jó, de ez igaz. Ezzel nem tudok vitatkozni. Amúgy nem néz ki annyira rosszul. Nem. Mint régen Xboxon. Biztosítatlak, hogy undorítóan nézett. Hát meg szerintem valószínűleg a framerate is olyan lehetett, hogy ment vagy 25 FPS-re és akkor örültél. Arra már nem emlékszem, de ez nagyon most, undorítóan jaj, nézett. Who's rifle has underbarrel weapon? Így! Hát ezt... hát azt hittem, hogy átvált rá. Ezért kérem ugye elolvasni. Amúgy én is azt hittem. Oh, oh, ott van! F! Oké, de F van. Nem jó! Press V! Nem nyomtad meg a V-t. Megnyomtam egyszer. É, akkor mi történik amúgy? Ott pozog a feje. Oh. Jó, na most már legalább tudjuk, hogy mi történik. Na mi? Hát, hogy jönnek sokan. De a V-vel mi történik? Ááááá! Akkor nem nyomtad meg, hazudtál. Vagy pont lögtek rajtam egyet és akkor... Persze, pont. Jó, jó. Az F-fel még lőhetted is, oda egy F. Az nem F. De nem pocsékolom el a szuperlövésemet arra. Basszus. Rohadt életbe? V! Nyomtad a V? Most nem, nekem az F kell. Vigyázz mögötted, kettő! Úgy van, lőtt szét a kollégát. Nem sérült. Leütöttem. Mit csináljak? A flight recorder. Jövök. Megvan. És most? Jönnek be! Hopp! Lőszer. Köszönöm! Nem kapok ilyen terült? Valamilyen úton módon ebben a játékban? Hát... Ugye ügyesebbnek kellett volna lenni. Hát az jó, de nincs tételerő, hát ez mi? Mindjárt lesz, gondolom. Checkpoint 3 is, jók vagyunk. Q. Hoppá, nem is kell a Q. Amúgy jól néznek ki az éljenek, bakker. Hát ez tényleg nem a... Te ugrálgatott, mint egy... Nem tudom, hogy az AI ki van-e javítva. Jó a látvány. Várjál, nézzük csak. Most nincs itt egy sem. Hát ez csak... Hát de nem jelezte ki, hogy nem mozdult. Elszólásom, de ír. Híres utolsó mondatom. Az egy tűz. Tudod,
De, fő, hát de, hát nem csinál semmit ez a barom. Hát láttad? Láttam. Nézd meg, hogy töltő új rajzat. Láttam azt is. De várjál, és meg is halt az alien. Na most figyelj. Oké. Okay. Itt az ugrálgatós. Ki nem bánt senkit, figyelj. Juhú! Juhú! Várj már! Itt vagyunk! Jaj! Jaj! Az érde! Hát te menj már! Rád jár a rúd ebben a játékban. Itt nincs senki. Takarodsz? Jó. Ezt amúgy végignézném szívesen, ahogy te játszod. Na látod, én mindig is mondtam, hogy streamer akarok lenni. Gyere már ide! De hol? De nem segít semmit! Hát ez, menj már! Béna, izé, 5 töltényem van. 5 töltényem van! Üssed! Jó, ez meghalt. Leütötte? Meg, igen. És csak... ez mi? Hát nincs életerő az. De nem, most mi ez a fegyver? Volt shotgun. Eddig shotgunod? Nem miért nem ezzel mentél? Azt a... Még így hamar ki fog fogyni, hogyha nem őket lövöd, hanem a falat. Az egy taktika, megzavarodnak. Na, jelen? Nem. Ó, fegyverek, páncélok, minden van. Én nekem a házamban minden van. Mikrohullámos ütő, Samsung. Mi kell még? Van minden, látjátok? Hát életerőt nem nagyon látok. Azt nem. És a páncélból? Hát kaptam egy ilyen, a bokámra egy páncélt. Minden, nem is kell nekem shotgunnal, jó vagyok. Ezt miért csináltam? Ez én voltam? Aha. Hoppá. Felrobbant a tajon! Ez jó ötlet volt. Mi baj lehet? Ott van, nem az! Felismerted? Fel. Ez igen. Na meg kell védeni, aki a, most izélgatja az ajtót. Látom. Micsoda izgalma. Jézusom, egyet se találsz el. Erről van szó. Hé! Hát jó, hát most nincs rá agyom. Mindjárt meghalsz. Nem tudok lőni! Meghalt a... Igen, azt látom. Nem, jó. Az igen. Még szerencsé, hogy nem fröccsen rátok. F! Őszinte leszek, nekem rohadtul nem áll kéz az F. Az olyan, mint hogyha egy ilyen odalopakodott volna, hogy... Mire vál kézre? Az F. Az F? Igen. Hogy jön ide az F? Nem azt mondod, hogy nyomkodjam az F-et? Nem, a V. Hiszen a V-vel tudsz ütni. Nem, ja nem, de az F, azt mondod, F-et mondod, hogy a grátot lőjek, tudod. Ja, az a gránát? Igen. Ja igen, bocs. Hogy oda sunyult? Halkan, és nem is lehetett hallani. Milyen vicces, hogy a kulcsok nevű karakter, Keys, nyitja ki az ajtót. Így van, hát ez... Ez meta. Igen, és most nézzek, hogy Keys elmizik. Keys jól van. Mint az előbb, mi? Mert szerintem majd innen fog lejönni. Nem, az ő volt, az O'Neill volt, aki összeesett az előbb, nem a Keys. O'Neill? Uh-huh. Dehogy is. O'Neillhez közünk nincs. Na most jobbak vagyunk. És jobban figyelek én is azért. Szóval ő az elmeveti. Mi van? Hogy tudsz ennyire mellé lőni? Ez valami hihetetlen. Ránk.
Na jó, hallod? Hát vé, vé. Az szép volt. Hát próbáljam meg én is. Nem tudom, mi történt, de nyomtam a V-t. Elég törékenyek azok az alienek, hogy a mini ilyen erős, nem? Igen. Ugye itt ez a titok, ez a V. Ó, vagy még sem. Ne, csak így, ne! Bakke! Na nem baj, szóval a V-t ajánlom figyelmedbe. Melyik az? Na, és akkor most, hogy már az ezredik próbálkozást csináljuk, mondok egy fun fact-et még a játékról, hogy eredetileg a második film hivatalos folytatásának szentek. Ó, oh, hát az nem kis dolog lett volna. De a nagyon rossz fogadtatás miatt inkább úgy vezetek, hogy mégsem. Hát mégsem ez az, mégsem ez a folytatás. Nem, ez mégsem ez. És a Gearbox Software egyébként kiadta a munkát másnak, hogy ők a Borderlands 2-re fókuszáljanak. Ah. Még ez igaz, hogy a Borderlands-ek még akkor sem nem az én játékom. Mert valahogy nekem sosem ragadott meg úgy egy ponton túl. Azért azok minőségi alkotások ehhez képest, ez tényes való. Hát apám, te itt már nagyon renkápolódsz. Ne, lőj, halott! Igen? Úgy tudom, átállítottad a billentyűzetet, szóval. De nem az volt, hanem nem engedett váltani a fegyverek között, hanem elkezdett reloadolni. Tehát nem tudtam fölvinni a reloadot azzal, hogy az egérgörgőt nyomtam. Mert minden áron reloadolt. Hát azt csináltam, ezt mondom, hogy nem vette be. Nem azt mondtad, hogy nyomtad. Na jó, ezek a lopakodó éljenek. Megint nem vált. Na! Meg lesz! Hussá már! Nem lövöd le azt a maradék egyet? Hát de. Nem egy. Tévedtem. Menj innen. Menekülj, hagyd ott őket. De vedd már föl! Hát nem voltál ott. Na, az ezredik próbálkozás sikerült. Adjál már! Jó, elfogyt a lőszer a másikból. Irodoljál most, irodolhatsz, most meg nem csinálom magadtól. Nézd meg, jönnek-e? Van-e ott valaki? Na. Mit vettél elő? A gránátot véletlenül. Van gránát? Van. Primary secondary szerdelmi és taktikál, ez a taktikál pont. Congratulations, you earned your first rank. Na itt van. Na. Mi hány? Jaj, benne volt az alien. Most jön ki belőle. Látod? Most mi történt? Fölrobbantotta magát gránáttal. Mi? Csak lehetett volna egy kicsit kedvesebb, nem? De nem robbantotta fel magát. Biztos? Már száll. Én csak semmit. Ez magától csinálja. Tőlem? Nyugodtan tegezz, tudod. Nem én csinálom. Hát gyanús, hogy a kezed ott van. Most már akkor elhiszed? Iszom is közben, hogy még jobban lássad. Gyanús, na. Na jó, van, Rambó megmentett. Bocsánat. Tél. We're not dead, dude. Dude, élünk. Hopp, ez mi volt ez a... Látod ezt a fény?
Hogy süt a nap? Nem láttad. Mit? Azt hittem erre gondolsz, erre a fényre. Nem, volt itt egy ilyen. Hopp, ott van valami három darab, az mi? És ugyanoda kell visszajönni, onnan jöttünk. Úristen, ezt játszhatnál Danny Trejo. Mi? Danny Trejo játszhatna. Ilyen motorosnak tűnik, vagy Gears of War-osnak. Gears of War-osnak. Ennyi már! Jó, nem ugyanarra kell menni. Kösz szépen, ott álltam. Jaj. Leugrott volna és így... Én csak bezártam volna, de... Tehát... Bezáródott. Vicceltem, ja. Haladjunk. Jó van, Szerintem be van zárva. Ja nem, decointment volt. Ott volt az asztal mellett. Nézd, a Half-Life 2. Fúj. Ott. Nem ott. Nem itt. Vissza. Te most szopac. De mit akartál megmutatni? Ahogy bejöttél, rögtön ott van az asztal, amit föl lehet venni, de úgy fordulsz egyfolytával. Ja! Jézusom, hallod? Ne játsszál játékokkal! Tényleg nem vettem az észre. Az Alien-t se vetted észre, meg ez se. Egy Alien-t nem vettem észre, most ezt fogom annyi érten áthallgatni. Igen. Na menjünk. Na valaki itt azért már vizsgálatokat folytatott. Mondjuk igen, így. Ebből látszik, hogy mindent tudnak a szemét, hogy hívják. Highland után? Highland, igen. Hopp! Ezt most nem én raktam el, hanem megint sztori van. Na most ezeket miért nem tudom szétlőni? Mert sztori... Ez átvezet. Tudom, hogy meg, nincs semmi baj. Az értem, csak ez reflex nálam, hogy ezt szét kéne taposni, érted? Nem, tudom, mi ez. Jó, hát nem akkor tudom. Menjünk, persze, menjünk ebek 30 adjára. Ez jól itt hagyott. Futni se lehet. Vagy te hagytad ott őt. Nem, itt van. De futni se lehet. Jó, hát most... Hopp, visszakadtam. Te nem a mai TikTok generáció vagy, hogy jaj, gyorsan mindig legyen valami. Figyelem megragadó. Itt neked külön kiírták újra, hogy a végtyamogás. Láttam. Itt csak... vannak fegyverek, vedd föl őket. Itt aztán forog, pörög. Nincs ott semmi, nyugodj meg, most ott volt. Aha. Olyankor kell lőni, amikor ott van. Nincs ott semmi, mi? Most teleportál? Vagy nekem vannak ilyen mikro... Hallod? Hú, de nagyot ugrottál. Super Mario. Oké. Nem hagynak békén. Elfelt meg én a lőszer, nem volt sokáig tartó. Vágjad. Reloadolj! Na, ez nem tudom honnan, de elhiszem. Hát pont, hogy a plafonon vannak. Á, most mégis becsukolt. Á, most úgy éreztem, hogy jobb nekem így. Itt vannak felvehető cuccok, igen. Nem hiszek neked. Mi volt a zseblámpa? Azt nyomjad már. Az az X. Na, köszönöm. Átlátni? Rossz az ajtó. És az olyan ajtó, ami üveg van? Az nem ajtó. Úgy lehet, hogy jobb a shotgun ilyen közelbe. Levadászlak én. Elment arra, csalóksz. Ott van. Jaj. Szerintem még nincs kijavítva az AI. Nézd, ott van egy felvető. Ott meg van egy számítógép. Király, mint a Bioshockban.
Jó, menjünk innen. Félsz mi? Kicsit. Ez biztos, hogy ez nem felel meg a balesetvédelmi leírásoknak. Na, menjünk. Hogy tudsz mellé lőni? Az első lövésed full mellében. Most minden két lövésem talált, nem mondhatod. Most jó. Ha, itt van egy... Jó, hát... Van nálad egy mozgásdetektor. Ami megmutatja, hogy hol vannak. De tudom, mikor mozgok. Hát most nem mozogtál eléggé. A szépen vényéztetásunk. Jó. Most félek jobban. Gyere, gyere! Gyere! Ott az egy robbanós cucc. Igen, igen, azt látom. Jó, na menjünk. Még egy van. Jó. Gyecsi! Inkább gyere ide! Nem ezt mondta! Vigyázz a fejedre, mert a plafon. Jó. Oké, menjünk be. Na, az most pró volt. Jó, figyelek. Oké. Okay. Jó. Föltetettél mindent? Igen. Gyere le! Jó, persze, jó. Oké, okay. Oké. Okay. És mindig ettél, és társunk semmit nem csinál. Hát ne. Jó. Hát miért csak kísérgetni? Hát de nem, de ő kísérget rá. Engem. Ő kísérget engem. Itt lesz az, aki nem, aki... Ja, az eltűnt, jó. Okay. Itt volt, aki ott nem mozdult meg. Uh-huh. Jó. Megint ellenőrzöm, de nem bízom a játékban. Egy checkpointot majd ér már el, légy szíves. Jó. Most ilyenkor visszatöltik az életerő, tehát hogy egy szekción belül ugye uh-huh. nem ér minket újabb veszély, akkor visszatöltődik. Úristen, egy ilyen helyen nem veled akarok beragadni egy ilyen helyre. Miért nem? Az biztos. Most jutott, mi? Ez hozzám se értel. Azt se tudod, mi történt. A kritika az indig jön. Odaállsz az ajtó mellé, kirobban. Hát de én megüllök, hogy ezem hal... Hallod? Hol kezd kisoda? Egyszer talált már el. Na ezt most vissza fogom lassan a nézőknek. Légy szíves, jó. Hogy egyszer is fölvillant a piros. Ezt vissza fogom játszani. Mindenképpen. Ott van. Cargo Bay. Na. Így hívják. Michael Bay, tesója. Gyors, itt nem lehet semmit se csinálni. Ezt nem hozzá kell oda menni. Na, vedd már fel! Legendary weapon. Oh. Higgs shotgun. Azt a mindenit. Na most gyertek ide. Gyere elém, aki erős éli, az megáll előttem. Ebben csak 6 golyó van. Az nem számít, hogy annyira erős. Ja, jó. Most figyelj. Mondom. Uh-huh. Na, nem velem akarsz lenni itt? Nem! Hát adod az összes fegyvered, meg a páncélod, és engedj utamra. De miért adjam neked? És ott megy mögötted kettő síri csendben. Semmi hangja nincsen. Geci, hallod? Elvette a izét, hallod? Nincs nálam a gépfegyver, mert ahelyett lett a Legendary Shotgun, tehát most két shotgun van nálam. Jó, ez király, menő. Hát nem tudom.
Én majdnem fejverődtem. Imádom, hogy itt halkan jönnek utána. De hát semmi esélyük. Checkpoint. Semmi esély. Te most már mindent izének látsz. Hát mellé lőttél egyet. Nem, pirosan felvillan, amikor eltalálod. De figyelj, te is szoktam előni, tehát most már minden előni és viccesnek tartasz. Nekem most már az. Pláne, ami ott van tőled fél méter. Na de majd meglátjuk. Menj már, de ne lődözi így, mert itt zavarsz. Ezt talált, szép volt. A második már nem. Hopp! Mindig mint ezt mondja. Mint a kacsákat. Hát de mondom most, mert te meg vagy őrülve, hát össze is ugrálnak és mellé lövök egyet és az ő vicces. Hát ez az! Jó. Szép volt, Ende! Jaj, nem akarok holdolni! Na, nem vagyok jó. Egy! Kettő! Három! Ez a három nagyon kedves volt, hogy ugyanoda ment. Vég! Istenem! Na! Na! Apa! Megérkeztél? Hol voltál eddig? Jönnek még. Na mi van? Dörömbőjé! Majom! De akarok jönni, ilyen vagyok! Na jó, vagyunk innen. Miért? Félsz, hogy átterik? Hát nem, de gondoltam, hogy itt kell valamit csinálni, illetve jutom, nem? Hát amúgy valószínű, hogy nem ilyen az a játék vége. Hopp! Trubeckai... Falatok. Dögcédulája. Jaj, olyan jókat kaszaktam a mellélőséggel, hogy bekönnyeztem. Örülök, hogy örömet szereztem. Az! Hol? Mi van? Jaj, erre kell menni, igen, így. Nem innen jöttünk? De, akkor mit állsz itt a hű... Nézd már meg ezt a hűnét. Téged fedez. De most... Na jó. Jó, hogy kiszippantjuk őket az űrbe, világos. Ismerős megoldás. Szavaztok. Kaki van a reggelimben. Ja, most jöttek értünk menteni. Nem a csaja pilóta? De, nézd, csaja pilóta. Madame Webb. Nem úgy nézett ki, őszhajú nő. Ja, Madame Webb, ezt most hagyjuk a Madame Webb-öt, mert... ha arra gondolsz, ami a filmben, annak sok köze nincs. De van, igazira. Bella. Szolid lábak. Hát te sok dolog nem töltöd, azt mondom, hogy máshova kerülünk, de nem. Igen. Na, megjöttek a haverok. Ja, nem a haverok, a frász, ez őket lövik. De ezek enemik. Crouch bent, jó, köszönöm szépen. Szevasz! Hát ezt én nem is értem. Hát tudod, ez ilyen politika már. Szevasztok! Ó, több mindent is felrobbantottál. Szevasz! Ó, hát csak nem lát. Mondjuk, hát, mondjuk én még nem találtam el. Viszont, viszont dobott valami fegyvert, azt felveszem a másik szarab shotgun helyére, és akkor legalább lesz normális fegyverem végre. Egyébként szerintem a játék nem annyira rossz eddig, mint amennyire annak idején hát le volt húzó. Elte 11 év alatt javítottak rajta, igen. Hopp, ott van valami? Egy új top. Szigaszlátom.
Kapcsolt azt a lámpát, kérlek. Ez is, hogy mindig kikapcsolódik magától. Hát ha ott ember, ne világítson. Ez a... Hoppá! Jó. Próbáld ki. Bal gomb. Aha, tehát bal meg a jobb. Gomba, bal, kéz meg a jobb. Hát ez gyors volt. Ja, ennyi? Sajnos. Japán célt? Igen! De azt, oké, de azt azért nem csak, mert eddig nem tudtam felvenni. Igen. De most ne fel tudom, mert a kicsit levett ugye a izé, a picike alien. És megint nem ég a lámpa. Na, de miért kapcsolódik ki mindig a lámpa? Ezt mondd már meg. Mert izgalmad van, biztos megnyomad. De, igen. Tehát kicsit se lehet az, hogy a játék szar. Na, láttad ezt? Miért lőttél még ennyien? Biztos, hogy kedvéért. Na, sem, az is baj. Egész jól néz az árnyék. Oké, hogy nem, valószínűleg nem real time, de akkor is. Rohadtul nem lőttem félre, ezt is vissza fogom játszani. Szar a játék. Szeretnék megkérni. Hát egészen biztos, hogy benne volt ebben a körben. Uh-huh. Jó. De abban nem a piciben, abban a sarka volt a doboznak. Figyelj, én azt mondom, hogy ne húzzuk tovább az időt. Számomra egész kellemes meglepetés. Számomra is, tényleg. Én nem tudom, hogy ez... Tehát... Én nem láttam az állapotban, tehát a... Tehát... A mostani... Mi mindig él van? Fogalmazzunk úgy, hogy megjelenéskor kvázi játszhatatlan volt. Tehát így tehát undorítóan nézett ki. Nagyon buták voltak az ellenfelek, bugos volt, emlékszem, mármint nem úgy, hogy bug, hanem hogy... Értem. De le volt bugokkal. Most azt kell, hogy mondjam, hogy annyira nem tűnik rossznak. Viszont mondjunk el egy rossz dolgot is. Hogy 30 euró a Steam-en. Igen, tehát megnéztük, kézzétek el, ugye el szoktuk nézni mindig a játékok előtt, hogy ajánljuk-e, ne ajánljuk, árértékre ajánljuk, stb. És képzeljétek el, hogy nem lehet megvenni mondjuk az alapjátékot, mondjuk 3 euróért, mert én azt mondtam, hogy biztos annyiba kerül. Utána néztem, az volt a legolcsóbb ára valaha. Tehát már adták ezt 3 euróért. Na, hát akkor nem is elrúgom ezt az igazságtól, hanem egy collection-be lehet megvenni, ami igazságban benne van minden map, minden izé, csak azért azt vegyük figyelembe, hogy multiplayer gyakorlatilag halott, mert 4 aktív játékos volt, amikor beléptünk. Tehát 11, hogy, de ja, igen. Jó, bocsánat, 11, tehát az halott. Tehát kapunk mondjuk rengetegebb a collection-be, kapunk 20 pályát még pluszba, kit érdekel ugye, mert hogy úgysem nem fogunk multizni, erre akarok kiukadni. És akkor 30 euróért adni ezt az egész pakkot, úgyhogy én azt mondom, hogy jó esélye végigjátszok a sztorit egyszer. És amúgy nem egy hosszú, tehát ez egy ilyen 5-6 óra alatt, simán, már nem neked kicsit hosszabb, de 5-6 óra alatt. Akkor nekem jobb a szó, jobb. Neked jobban megint. Nekem jobb, igen. 5-6 óra alatt végig lehet vinni.
30 eurót nem ér, az biztos, de hogyha van valami leárazás... Oké, ezt remélem láttatok azért, jó, igen. Van valami leárazás, akkor ilyen 4... Ó, itt a Bella, bocsánat. 4-5 eurót esetleg megérhet. Igen, és még azt nem próbáltuk ki, hogy működik a kooperatív rendesen, tehát hogyha mondjuk most mindenketten otthon lennénk, és akkor interakcióra... Ha megvennénk 3 euróért, ugye? Igen. Az otthoni fiókunkra. Igen. 3 euróért fejenként, és kooperatívot akkor. Mondjuk úgy vicces lehet. Úgy vicces lehet, csak azt mondom, hogy működik-e vajon. Mert sose lehet tudni azért egy ilyen 10 éves játéknál, hogy rendben vannak-e a szerverek egyáltalán. Tehát lehet, hogy simán szétdobna minket, meg minden szó is. Ja, értem. Ja, szóval nem lehet tudni. Na jó, én jól szórakoztam, szerintem célzásom viszonylag kifogástalan. A viszonylag és a kifogásra is eléggé túlzó szava a célzásodra, azt kell, hogy mondjam. Jó, úgyhogy köszönöm szépen, hogy kipróbáltam. Én magamtól nem vettem volna ezt sose elő, szerintem. Ó, nézd már itt meg, közben még ráadásul mindenféle. Úgyhogy menjetek megnézni a moziba az Alien Romulust, ha már kis hazánkban forgatták, és magyar szakemberek is dolgoztak rajta. Úgyhogy... kellemes szórakozást. Az egy ajtó. Check, please.